Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Már elkezdték a térkövek lerakását, továbbra is az ütemtervnek megfelelően halad a zöldváros program. Két sikeres pályázat Dóbóváron, lakásokat és közösségi teret is átadtak a tolnai városban. Tolatás közben gázolta el az idős asszonyt, a 78 éves áldozat később belehalt sérüléseibe. Kőkeményen készülnek a szekszárdi dzsúdósok, szeptemberre az ország legjobbjai akarnak lenni. Továbbra is az ütemtervnek megfelelően halad a zöldváros program. A kivitelezők már elkezdték a kövek visszahelyezését a Prometheus Parkban, emellett a burkolat lerakásának is nekiláttak a szakemberek az egyes munkaterületeken. Már a Szent István téren is elkezdték lerakni a burkolatot a szakemberek Szekszárdon. A zöldváros program keretében a héten a Prometheus Parkban is nekiláttak visszatenni a köveket, így az arra járók már nagyobb felületű szegélyeket, mintákat is láthatnak. Plusz, amikor már úgy gondoltam, hogy teljes gázzal megyünk, akkor köszönöm a kollégáimnak, hogy tudták ezt überelni, és térköveket is elkezdtünk lehelyezni, amit éppen mögöttünk láthatnak is. A jövő héten pedig tovább folytatjuk a többi munkaterületen is a már a térkövezési munkákat. Még hátralévő szegélyezési munkákat kívánunk végezni, a hiányzó ágyazatok kerülnek a helyére. Hámori Szabolcs elmondta, eddig az időjárás is viszonylag kegyes volt hozzájuk, így nem csak hétköznap, a hétvégéken is tudtak haladni. Gyurkovics János alpolgármester hozzátette, hogy az önkormányzat folyamatosan kapcsolatban áll a kivitelezővel. Ha bármi olyan jellegű gond, probléma felmerül, amit együtt közösen kell megoldani, abban teljes mértékben nyitottak vagyunk, és ha a héten is volt több olyan dolog, de abszolút semmiféle kiesést nem okozott. Én jó munkát kívánok a jövő hétre is, jó időjárást, és bízunk benne, hogy akkor már nagyobb burkolt felületeket tudunk megmutatni. Tehát a zöldváros program továbbra is az ütemterv szerint halad, így hamarosan már egy megújult környezetet élvezhetnek a lakosok. A napokban kapják készhez az ápolók, egészségügyi dolgozók júliusi 18%-kal magasabb bérüket, mondta Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára pénteken. Takács Péter hozzátette, jövő márciusban újabb nagy emelés várható. A béremelés csak nem 84 ezer ápolót és az egészségügyben dolgozókat érinti. Így egy 4-6 éve dolgozó felsőfokú végzettségű ápoló, egészségügyi szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 422.550 forint, ami a jelenlegi béremeléssel 498.600 forintra nő. Ez 2010-ben csupán 126.270 forint volt. Egy 20 éve dolgozó felsőfokú végzettségű ápoló, egészségügyi szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 493.690 forint, ami 582.550 forintra emelkedik. Egy nagyjából 5 éve a pályán lévő középfokú végzettségű ápoló, egészségügyi szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 340.030 forint, ami a béremeléssel 401.240 forintra emelkedik. Továbbra is elkötelezett a teljes foglalkoztatás mellett a kormány, amelynek a munkahelyek megvédésén felül kiemelt célja, hogy a reálbérek is emelkedjenek, mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. Comba Sándor hozzátette, a legfrissebb adatok alapján csaknem 4,8 millióan dolgoznak Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig jóval az uniós átlag alatt 3,8%-on áll. Az adatok azt tükrözik, hogy továbbra is feszes a magyar munkaerőpiac és a foglalkoztatás jó állapotban van. 2010 óta a foglalkoztatottak számát 1 millióval növelték, amit számos munkahelyvédelmi és munkahelyteremtő program is segített. Az államtitkár a mostani gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései közül kiemelte, hogy több mint 5000 vállalkozást szabadítanak ki az extrém magas áron kötött fixáras áramszerződésekből, javítva ezzel a versenyképességüket.
Két igen jelentős beruházás és projekt került átadásra Dombóváron augusztus 3-án. A délelőtti projekt átadó ünnepélyen a Sziget Vasút település részen megvalósult mély és magas építési fejlesztések kerültek átadásra, míg a délután folyamán egy projektzáró ünnepség keretein belül adtak át Mászlony város részen a megújult közösségi teret. A rendezvényeken Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Dombóvár Szigetvasút városrész pályázati beruházásnak köszönhetően újulhatott meg. A projekt során a szilárd út burkolat és a csapadékvízzel vezető rendszer fejlesztése valósulhatott meg. Ezen kívül járda felújítás, valamint 10 darab önkormányzati tulajdonú lakás és egy nyitott közösségi tér került kialakításra és átadásra. Dombóvár területén 3 darab szegregátum található, ezek közül nyilván a mai az a kiemelt projekt, amelynek mentén az avatására készülünk. Ezen a területen csapadékvíz elvezetés készült el, járdaszakaszok lettek felújítva, 10 darab önkormányzati bérlakás felújítása történt meg, illetve mögöttem látható épületkomplexumban 3 újnak a kialakítására került sor. Tőlünk itt nem messze elkészült egy olyan közösségi tér, amelyben sok szeretettel várjuk a családokat, és voltunk olyan szerencsések, hogy a tavalyi év folyamán pályázat mentén egy pumpapályát is tudtunk építeni, tehát azt gondolom, hogy ettől 100 éves korig itt mindenki jól tudja magát érezni. A projektek ünnepélyes rendezvényein Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett. A politikus beszédében hangsúlyozta az önkormányzat kiemelkedő szerepét a helyi közösség és intézményrendszerei előrelépésében. Az elmúlt években azt láthatjuk, hogy Dombóváros önkormányzata és az itt működő állami és egyházi intézmények meg tudtak újulni, illetve az önkormányzat élenjáró szerepet játszott abban, hogy az intézményrendszert fel lehessen újítani. Ez azért is van, mert Dombóvára nem csak a dombóvári gyerekek járnak iskolába, hanem a környékbeli településeknek a lakói, illetve a gyerekek is használják ezt az intézményrendszert, alapvetően az oktatási intézményrendszert és a járási hivatalokat, és ezért is volt szükség arra, hogy ezt sikerüljön megtenni, hiszen Dombóvár egy iskolaváros. A délutáni projektzáró rendezvényen a dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának egy komplex helyi szintű pályázatát zárták, mely a Mászlonyi közösségi tér ünnepélyes átadásával zárult. Mi voltunk ennek a projektnek az úgynevezett soft része, mi voltunk, akik a humán erőforrás fejlesztéssel foglalkoztunk. Azokat az embereket, akik itt laknak a szegregátumban, őket próbáltuk fejleszteni, különféle foglalkozásaink voltak, pályaorientációs foglalkozás. Különös hangsúlyt fektettünk a gyermekprogramokra, minden nyáron táboroztattuk a gyerekeket, mozgásfejlesztés történt, tanodaprogramot működtettünk a projekt keretében, és próbáltuk az iskolai felzárkóztatást egy kicsit megerősíteni, a tanulmányokat egy kicsit javítani, illetve a felnőtteknek még voltak egészségprogramok, a munkanélkülieknek felkészítő program, tehát nagyon szerteágazó volt ez a hosszú idő. A már 2 sikeres pályázat és a Dombóváron található 2 szegregátum fejlesztése és integrációja mellett hamarosan egy 3. projektet is átadnak Dombóváron, Kakasdomb város részen. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szakmai támogatása mellett a Gazdasági Versenyhivatal 2023. július 1-én indította el az online árfigyelő rendszert. Az árfigyelő az elmúlt hónap tapasztalatai alapján rendkívül hatékonynak bizonyult. Kíméletlen versenyt generált az áruházláncok között, így jelentős részben ellensúlyozta az élelmiszer árstop kivezetésének hatásait. A minisztérium pénteki közleménye szerint júliusban a 62 termékkategória termékeinek átlagárai átlagosan 7,7%-kal mérséklődtek, annak eredményeként, hogy egy hónap leforgása alatt 53 termékkategóriában csökkentek az árak. Az elmúlt hónapban legnagyobb mértékben a spagetti ára esett vissza közel 15%-kal. Több mint 14%-kal csökkentek a zöldségárak. Vádat emelt az ügyészség egy férfi ellen, aki tavaly Szekszárdon tolatás közben gázolt el egy idős asszonyt. Az áldozat nem sokkal később a kórházban belehalt sérüléseibe. A vádirat szerint a sofőr nem bizonyosodott meg arról, hogy a járműve mögött valaki megpróbált átsétálni.
A rendőrök készítették a fotót a baleset helyszínén. A 40-es éveiben járó sofőr tavaly szeptemberben gázolt el idős áldozatát Szekszárdon. Éppen tolatott egy utcában, csak hogy nem vette észre a mögötte haladó 78 éves asszonyt. Így történt a baleset. Hátramenetet végzett a személygépkocsijával, melynek során elmulasztott, hogy beletekintsen a gépkocsi külső visszapillantó tükreibe. A vádlott csupán jobbra-hátra fordult a gépkocsiban, emiatt nem látta a gépkocsi mögött balról elsétáló időskorú nőt. Figyelmetlensége miatt a vádlott a gépkocsi hátsó részével elütötte a sértettet, aki ettől a földre zuhant és súlyos fejé, illetve mellkasi sérüléseket szenvedett. Az idős nőt nem sokkal később kórházba vitték, néhány nap múlva viszont ott elhunyt. A férfinek ezért halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt kell hamarosan bíróság elé állnia. Amely bűncselekmény 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az ügyészség a korábban más jellegű bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt vádlottal szemben 1 év 8 hónap végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés, 250 000 forint pénzbüntetés, valamint 4 év közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza a szekszárdi járásbíróságnál. Az idős asszonyt elgázoló férfi várhatóan 1 hónapon belül áll bíróság elé. Az idei nyári aratási munkák a végükhöz közelednek. A termés a tavalyi rendkívül aszályos évhez képest kedvezőbb és bőven fedezi a hazai ellátási igényeket. Ugyanakkor elmarad az idei évre vonatkozó előzetes mennyiségi és minőségi várakozásoktól. Augusztus elejére az őszi árpa 100%-át betakarították, a búzát pedig már csak 50 000 hektáron kell learatni. A mostani gazdálkodási évben az őszi vetés területek nagysága átlag feletti. A kalászosok és a repce is kedvező állapotban volt az aratás időszakában, bár az elmúlt hetek viharos időjárása komoly károkat okozott egyes területeken az árpánál és kisebb mértékben a búzánál is. Kőkeményen készülnek az őszi versenyszezonra a szekszárdi Gemenc Judo Klub sportolói. A fiatalok edzőtáborról edzőtáborra mennek, hogy szeptemberben az ország legjobbjai legyenek. Éppen a délutáni bemelegítést végzik a szekszárdi Gemenc Judo Klub sportolói az egyesület nyári táborában. A fiatalok naponta 3-szor edzenek itt 1 héten át. A cél, hogy az ősszel kezdődő versenyszezonra a lehető legjobb formában legyenek. Reggel 6:30 kellünk, elmegyünk, futunk egy 40-45 percet, abban vannak sprintek, lépcsőzés, nem egy egyszerű kocogás. Reggeli, délelőtti edzés, ahol elsősorban fizikai felkészítés van, mint mondtam, alapozó tábor. Délután pedig itt kint dolgozunk a napfényes dánai dombokon. A gyerekek most 20-an vannak a táborban, lányok és fiúk vegyesen, nemenként más-más edző foglalkozik velük. A fiatalok a következő héten sem pihennek, előbb Moson-Magyaróváron folytatják a felkészülést, majd az egyesület szekszárdi termében teszik ugyanezt. Szeptembertől ugyanis elindul a versenyszezon, októberben pedig kezdődik az igazi nagyüzem. Nagyon keményen készülnek az őszi magyar bajnokságokra. Gyakorlatilag erre alapozódik az egész teljesítmény, ami a versenyen kijön majd. A klubnak több igazán komolyan vehető fiatal sportolója is van. Nekik nem titkolt céljuk, hogy az őszi szezon végére a magyar bajnokság legjobbjai akarnak lenni. Regionális híreink következtek. Vércséket mentettek a szerelők, sikeresen növelték a baranyai állományt a természetvédők. Gyakori a buszvezetők bántalmazása Pécsen, nagyobb védelmet akar a szakszervezeti vezető. Sörös pohárral támad barátnőjére, súlyos sérülést is okozhatott volna a szigetvári férfi. Vércse fiókákat mentettek ki a javításra szoruló antennából az egyik távközlési cég dolgozói baranyában. Az állatok Szigetvárra kerültek, ahol felnevelik őket. A fokozottan védett faj egyedei 50 000 forint természetvédelmi értékkel bírnak. Egy adótorony antennájához megy a szerelő baranyában, azonban a tányér alakú szerkezetben meglepetés várta a brigád tagjait. Monyoród mellett, fönt a dombtetőn van egy bázisállomásunk, kb. Nem tudom, 50-60 méteres toronnyal, és a torony tetejétől egy kicsit lejjebb van egy mikrohullámú antenna, 60 cm átmérővel, amin egy nagy lukat láttunk, ezt
mindenféleképpen orvosolni kell, hogy ne legyen fizikai baja az antennának. És fölmásztunk, vittük magunkkal az új fedőt, amit rá akartunk rakni, és amikor leszedtük a régi fedőt, akkor láttuk mögöttük a fiókákat. Először nem tudták pontosan, milyen fajtájú madarat találtak. Megosztották a képeket a neten, így derült ki, hogy vércsékről van szó. Ezután a madármentőket hívták, hogy megkérdezzék, mit tehetnek a fiókákkal. Hagyjuk őket ott, és amikor kirepülnek, akkor javítsuk meg a hibát. És azt mondták, hogy nem, minél hamarabb hozzuk le őket, mert a marcsamama, vagy na, a vércsemama simán túléli, hogyha a fiókái úgymond eltűnnek, tehát ebből nem lesz probléma, és a vércsefiókák is elég hamar tudják nélkülözni a kölyköket. És úgy döntöttünk, hogy aznap délután akkor fölmászunk, leszedjük a vércséket, és kijavítjuk a hibát. Eredetileg ponyvatakarás volt az antennán, ami védte a madarakat is. Ennek hiányában azonban megsérülhettek volna például a jégesőtől, a szél kifújhatta volna őket a fészekből. Ezért mondták a madárvédők, hogy hozzák le a fiókákat, és elszállították őket. Elhozták a két vércsefiókát a Szigetvári mentőállomásunkra, és itt gondoskodunk arról, hogy felneveljük őket, illetve hát mindenféle tekintetben ellátjuk. Nagyon könnyű egyébként felnevelni a vércsefiókákat, hamar elfogadják a táplálékot, hamar önállóvá válnak, és így hát minden remény megvan arra, hogy ez a két fióka is most sikeresen el fog tűnni néhány év múlva. Mondta mentésről a Magyar Madártani Egyesület pécsi irodavezetője. Bank László arról is beszélt, hogy néhány éve még veszélyben volt ez a madárfaj térségünkben. Nagyon tragikus volt a helyzet az előzet forduló tájékán. Annyira lecsökkent baradjában a vércsállomány, hogy tőrét is hasonló volt, mint vörös vérség. Körülbelül 20-30 pár vérség maradt csak. Ennek számos oka van, itt csak nem részletezni, de lényeg az, hogy észre kaptunk, és mivel a vércse nem egy fészeképítő faj, hanem szarkák, varjak fészkét foglalják el leginkább. Ezért azt gondoltuk, hogy mesterséges módon új fészkelő fészek helyeket hozunk létre. A program sikeres volt, 800 fészekládát helyeztek ki. Ezekből már több mint 3000 vércsefióka repült ki az évek alatt, így megtízszerezték a baranyai állomány létszámát. A vércse egyébként fokozottan védett madárfaj, 50 ezer forint a természetvédelmi értéke. Tetlegesség, szóbeli erőszak, gyakran találkoznak ezzel a pécsi buszvezetők, mondta stábunknak a Tükebusznál működő szakszervezet vezetője. Hofecker Ferenc szerint nagyobb védelmet kell biztosítani a közfeladatot ellátó személyeknek. Mint ismert, hétfőn a távolsági buszpályaudvaron hárman támadtak egy sofőrre Pécsen. Mint már beszámoltunk róla, itt a pécsi távolsági buszpályaudvaron támadtak meg egy sofőrt hétfőn este. Hárman verték össze és elvették értékeit a dohánybolt előtti területen. Nem csak a volán, hanem a pécsi helyi járatú autóbuszvezetőket is gyakran éri támadás. Voltak nagyon durva, veszélyes esetek is, mondja a Tükebusznál működő szakszervezet elnöke. Én, amit a helyi közlekedésnél elég durvának ítéltem, amikor egy gépkocsi vezetőt kanyarban menet közben ütöttek meg. Akár súlyos baleset is lehetett volna, így mondja a szakszervezeti vezető. Hál' Isten a gépkocsi vezető ezt le tudta kezelni, úgyhogy nem történt belőle baleset, és eljárás indult az elkövető ellen, akit meg is büntettek. Hofecker Ferenc szerint szinte naponta találkoznak agresszív megnyilvánulásokkal a pécsi buszvezetők. A leggyakoribb, szinte mindennapos az a verbális támadás, a finomabbtól az agresszívabb kifejezésig. Aztán jönnek a lögdösődések, a fenyegetések, illetve sajnos ezek a fajta támadások, amik a közelmúltban történtek Pécsett. Volt, hogy a sofőr fülkéből rángatták ki a buszvezetőt és ütötték az első ajtónál. A szakszervezeti vezető szerint nagyobb törvényi védelmet kellene biztosítani nekik, illetve a közfeladatot ellátó személyeknek, és azoknak is, akik a segítségükre sietnek. Véleményem szerint törvényt kellene változtatni, hogy aki beavatkozik, az valamilyen szinten védve legyen megkurcolva, mint ahogy jelen pillanatban mostani törvényeket sajnos megteszik, illetve
Én úgy gondolom, sokkal szigorúbb büntetés kell adni ebbe az esetben mindenképp. Nagyon reméljük és várjuk, hogy egy olyan elrettentő büntetést a jogkeretein belül szabjon ki a tisztelt bíróság, ami majd meggondolásra készteti a többi esetleges elkövetőt. A szakszervezeti vezető szerint kampányokkal, tájékoztatással kellene tudatosítani, hogy nem szabad bántani a közfeladatot ellátó személyeket, illetve ne engedjék ezt az emberek, ha ilyen helyzetet látnak. A szigetvári járási ügyészség súlyos testi sértés büntetének kísérletével vádolja azt a férfit, aki egy szigetvári vendéglátóhelyen sörös pohárral ütötte meg élettársát, akár súlyos sérüléseket is okozhatott volna így. A férfire felfüggesztett szabadságvesztést kért az ügyészség. Figyelem, a következő képsor alkalmas a nyugalom megzavarására, olvasható az ügyészség által közzétett videón. A felvételen jól látszik, hogy egy teli sörös pohárral a vádlott megüti a padon ülő nőt. Az áldozat a fájdalomtól az asztalra borul. A vádlott férfi és élettársa 2022. október 2-án délután egy szigetvári vendéglátóhelyen italoztak. Szóváltásba kerültek, veszekedni kezdtek, ami egészen odáig fajult, hogy a vádlott férfi a kezébe levő teli sörös pohárral megütötte a sértett nő arcát. A pohár összetört és felrepett az ütéstől a nő szája. A nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de csak a véletlenen múlt, hogy a szeme nem sérült meg, ami már súlyosabb sérülés lett volna. A vádlott cselekménye súlyos testi sértés büntet kísérletének a megállapítására alkalmas. A szigetvári járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság az iratok tartalma alapján hozom büntető végzést és a vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje. A képeket látva csak a szerencsén múlott, hogy nem okozott maradandó sérülést a vádlott. Egyébként a 40-es éveiben járó férfi büntetlen előéletű. Végül mutatjuk újra röviden legfontosabb Tolna vármegyei híreinket. Már elkezdték a térkövek lerakását, továbbra is az ütemtervnek megfelelően halad a zöldváros program. Két sikeres pályázat Dóbóváron, lakásokat és közösségi teret is átadtak a tolnai városban. Tolatás közben gázolta el az idős asszonyt, a 78 éves áldozat később belehalt sérüléseibe. Kőkeményen készülnek a szekszárdi dzsúdósok, szeptemberre az ország legjobbjai akarnak lenni. Szombaton és vasárnap erősen felhős, borongos, idővaló színű, többfelé esővel, záporokkal. Hétfőn szeles, hűvös, változóan napos, felhős időben lehet részünk, elvétve gyenge zivatarral. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!